Az áprilisi hazai rendezésű világbajnokságra készül az U18-as jégkorong válogatott, a Glenn Williamson által irányított keret tagjai a bulikat is gyakorolják a jégen, és hát buli hangulatban tréningeznek arra is, hogy miként kell viselkedni a pályán kívül, például a sajtó előtt. A legutóbbi kétnapos összetartásukon a Digisport stábja rendhagyó média foglalkozást tartotta a kamerától, egyébként nem különösebben ijedő srácoknak ime. Ja. Utca, utca, bánat, utca, éles legény, jól megrakta a szekere. Kocsmában tévé felhangosít, háttérzaj lesz át. Kimi tűtikó, tabarama, tűtikó, tűtikó, tabarama, tűtikó, Ne lepődjenek meg, ez nem egy tehetségkutató válogatója, hanem az U18-as jégkorong válogatott média tréningjének bemelegítő feladata. A Glenn Williamson által irányított csapat az áprilisi székesfehérvári Divízió 1/B világbajnokságra nem csak kőkemény edzésekkel készül, hanem mentális tréningekkel is. Például azzal, hogy miként kell viselkedni a kamera előtt. Ez a média tréning, ez egy úgynevezett life skill, olyan készségfejlesztés, amely során a másokkal való kommunikációt gyakorolják, amit az élet összes területén kamatoztatni tudnak. Fontos, hogy gyakorolják, hogyan, miként kell viselkedniük a kamera előtt, hogyan adjanak interjút. Igen, ez Kanadából jön. Ott minden utánpótláskorú hokisnak vannak ilyen tréningjei. Nagyon fontos, hogy fiatalon megtanulják, hogy kell kezelni a nyomást, hogy kell reagálni a legkülönbözőbb kérdésekre. Mára azt terveztük nektek, hogy a Digisport segítségével igazán profi körülmények közt fogjátok gyakorolni az interjúkat. A mostani órán tehát a mi kameráink előtt gyakoroltak a srácok. Hosszabb beszélgetések mellett váratlan villáminterjúkat is készítettünk. A válogatott keret tagjai már most tudják, hogy miért fontos jó kapcsolatot ápolni a médiával. Szerintem azért fontos, mert hogyha felnőttek leszünk és ugyanígy jégkorongban leszünk, akkor ha lejövünk a jégről, akkor akár egyből megállíthatnak minket, és az nem jó senkinek, hogyha megáll, és akkor nem tud megszólalni, mert akár azt is gondolhatják, hogy egy buta ember, hogy nem tud egy szót megszólalni a kamera előtt. És kellemetlen. Az nem is kérdés, hogy egy profi sportolónak a mindennapi életéhez hozzá tartozik a média. Tehát ha kudarc éri, ha siker éri a sportolót, akkor nyilatkoznia kell, és arra ki van éhezve a társadalom és az emberek, hogy mit gondol a sikerről, illetve a kudarcról, és ezt megfelelő módon kell közvetíteni az embereknek. Ezeket a válaszokat azt hiszem jó szívvel értékelhetjük 5-ösre, de még a mikrofontól és a kameráktól kicsit félő játékosok is hamar belejöttek a válaszadásba, főleg ha az edző Glenn Williamsonról kellett beszélni. Most ezt itt fogod tartani addig. Te is tartottad. Én is tartatom. Itt sokkal kellemesebb, igen. Csak ne olyan közelted. Jó. Jó. Na, szóval akkor ja, hát igen, hallani kell ezt. Hát igen, a Glenn az nagyon közvetlen figura, és mindig jelen van, mindenhol ott van a meccseinkkel, mindig próbálja tartani velünk a kapcsolatot. Nagyon fontos számára, hogy igen, embereket neveljön belőlünk. Nekem nagyon nagy változás volt, mikor elkezdtem a Glennel dolgozni, mert ő tényleg nem csak a pályán van a játékosaival, hanem a pályán kívül is nagyon odafigyel, hogy ne jégkorongozót faragjon belőlünk, hanem embert. Nagyon sokat szokott beszélgetni a játékosaival, és sosem mond senkinek semmilyen negatívumot, hanem mindig elmondja, hogy tudod kijavítani. Ezen felül még mindig ad egy pozitív töltetet, hogy jobban tudja dolgozni. De nem csak média tréning van ezeken az összetartásokon. Eléggé be vagyunk táblázva, ugye igen kívül is, mert föl kell jönnünk, meetingek, ott előadásokat kell tartanunk, ugyanúgy csapat előtt, ott saját magunknak. Oda kell figyelni, hogyha az edzők tartanak előadást, néha vannak, hogy meghívnak külön embereket, jégkorongozókat, felnőtt válogatottakat, már visszavonultakat. Ilyen programok szoktak lenni égen kívül. Persze azért a kőkemény jeges edzésekkel is készülni kell az áprilisi székesfehérvári VB-re. Nagyon jó lehetőség a válogatott számára ez a hazai rendezésű világbajnokság. A játékosoknak mindig nagy élmény hazai pályán játszani. Ami a hazai versenyt illeti, meg kell érteniük, hogy ez nem jelenthet nyomást. Ezt az ember saját maga generálja. A legjobbnak lenni, ez a cél. De lesz, ami lesz.
Persze minden meccset meg akarunk nyerni, de megtettél-e mindent a sikerért? Én csak ezt szoktam kérdezni. Ez az a kérdés, amit az élet egyéb területén is fel kell tenned. Ezért szól ez többről, mint a hoki. It's what we do ourselves.